Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket is, és Muker Zsébetet, az LNP társelnőkét az EP lista második helyén foglal helyett. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Pekárné -e a másik vendégünk, a második reformkor alelnöke, és szintén a második helyet foglalja el a reformkor EP listáján. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az Európai Unióról fogunk beszélni, szerintem ez így a hallgatók számára is már kiderülhetett. Mi a viszonya Magyarországnak és az Európai Uniónak, miért igyekeznek önök például az Európai Unióba, úgyhogy lehet, hogy ez így nulladik kérdésnek meg is felelne, hogy mit szeretnének önök elérni az Európai Unióban, és miért lenne fontos az, miért gondolják fontosnak azt, hogy bejussanak, és akkor Smukkerzsébethez fordulnék először. Egy picit arra kérném, hogy a mikrofont kicsit közelebb a szájához húzza, hogy halljuk is, úgy tökéletes. És akkor miért? Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy milyen az uniónak a zöld politikája, milyen a klímapolitikája, milyen a természetvédelmi politikája, hogyan tudjuk megvédeni a biológiai sokféleség hanyatlásának a, a megállítását és tehát tulajdonképpen az egészséges környezet. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen, milyen lesz az Európai Parlamentnek az összetétele, és kik fogják képviselni a különböző ügyeket az elkövetkezendő öt évben. Ebből következik, hogy ezért szeretnénk, hogyha a mi képviselőnk is ott lenne az Európai Parlamentben, hiszen Magyarországon is érezzük már ezeknek a kérdéseknek a súlyát. Még azt is hozzá kell tennem, hogy nyilván a klímaváltozás megfékezése az globális szinten is nagyon komoly feladat elé állít bennünket, és azt láttuk az elmúlt években, évtizedekben, 92 után, hogy az Európai Unió az prioritásként kezeli ezeket a kérdéseket, és ott van a globális folyamatokban. Tehát vezető szerepet játszik az ENSZ klímavédelmi, természetvédelmi ügyeiben a vonatkozó egyezmények végrehajtására. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy kik fognak ülni az Európai Parlamentben a június 9-i választás után. Tehát ez az oka annak, hogy mi oda igyekszünk, hogy ott legyünk az Európai Parlamentben. Na, még vissza fogunk térni a zöld pártok és az NMP kapcsolatára, de akkor megadnám a szót Pekárnének is, hogy ő is mondja el, hogy miért, és akkor utána kicsit szétszállazzuk a dolgokat. Rendben, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket. És a, a második reformkor ugye szeptember 9-én indult, akkor bontottunk zászlót, és új pártként nagyon fontosnak tartjuk, hogy az az új ellenzéki józan hang, amit a második reformkor képvisel a magyar politikában, az megjelenjen az Európai Parlamentben is. A programunk címe pedig, ugye, Adjuk vissza az országot a fiataloknak. És ez nem véletlen. A politikai aspektusa az ennek az, hogy azt látjuk, hogy a magyar politikában azért hiányos a fiataloknak kínált jövőkép. Itt van egy ilyen, egy hiánycikk, egy vákum, és mi erre szeretnénk alternatívát kínálni. A konkrét három pillére pedig a programunknak ugye egy ökoszociális lakásprogram, ahol egyébként a fenntarthatóság is nagy szerepet kapna, egy modern demokrácia csomag, ahol online népszavazással, pártmentes önkormányzatisággal és ügydöntő európai népszavazással növelnénk a részvételiséget mind a magyar, mind pedig az európai politikában, és egy olyan egészségügyi reform, amely egy egészségügyi unió létrehozásával is egy kicsit motiválná azt, hogy sokkal inkább megelőzési szempontból közelítsük meg az egészségügyet. Egyrészt azért, mert Magyarországon rendkívül rossz állapotban van, nem csak az egészségügy, nem csak a közegészségügy, hanem általánosságban egyébként a magyar embereknek az egészségi állapota is, és hát másrészt pedig hosszú távon mi hiszünk abban, hogy ez a legolcsóbb és leghatékonyabb reform. Most akkor visszatérek itt a zöld politikához egy kicsit, ugyanis én úgy tudom, hogy az LMP és a zöld pártnak az Európai Unión belüli zöld pártnak a viszonya nem volt felhőtlen az elmúlt időszakban, vitézi Dávid jelölése miatt. Ez rendeződni látszik, mert azért azt lehet hallani, hogy azok a képviselők tudnak nagyobb befolyást gyakorolni az európai ügyekre, akik bizonyos frakciókban tudnak tevékenykedni. Uh -huh. Igen, valóban okozott egy kis turbulenciát a viszonyunkban az, EO, az Európai Zöld Pártok Szövetségével, hogy Vitézi Dávida jelöltünk. Viszont nekünk meggyőződésünk azt, hogy Budapesten olyan főpolgármesterre van szükség, aki, aki, valóban ért hozzá, ért a közösségi közlekedéshez, ami a zöld politikának a, ugye a középpontja, de átfogó egyéb programmal is rendelkezik. Vitézi Dávidnak a programé vonatkozik a lakhatási kérdésekkel, a szociális helyzetnek a javításával, de foglalkozik természetesen az éghajlatváltozás megfékezésével, tehát átfogó szakmapolitikai programokat mutatott be, és mi azt gondoljuk, hogy a fővárosban a pártpolitikai csatározások helyett és az országos politika helyett a várospolitikai kérdéseket kell bevinni, és mi ezért álltunk kivitézi Dávid mellett. Én azt gondolom, hogy az európai zöldek is ezt értik, vagy be fogják látni. Mi, mi töretlenül zöldek, zöldek vagyunk, és még annyit hadd tegyek hozzá, ön Emese elmondta a programjukat, mi is a közelmúltban mutattuk be az európai programunkat, és nyilván ez nem csak a, a klasszikus zöld kérdésekről szól, hanem a, az európai programunk természetesen kiterjed a gazdasági, gazdaságpolitikai kérdésekre, egészségügyi kérdésekre is, általában a jobb lét kérdésére, még annyit hozzátennék, hogy mi úgy fogjuk fel a világot, hogy változtatni kell a gazdasághoz való viszonyunkon olyan értelemben, hogy azt tapasztaltuk, hogy itt az, az elmúlt évtizedekben mindig a gazdasági növekedés volt a cél, hogy minél jobban növekedjünk, és majd ennek a hasznából megoldjuk a létrehozott környezeti károkat és a szociális problémákat, de kiderült, hogy ez, ez így nem működik. Tehát egy új viszonyrendszert kell felállítani, amiben ki kell mondani, hogy a cél az csak is az embereknek a jobb léte lehet. Ebben a gazdaság eszköz, és be kell látnunk, hogy a környezet az felkorlátossá fel, vált, így a feltételeket jelenti, és ezen feltételek között kell az életünket alakítani. De most ugye amikor azt mondom, hogy Európai Unió, illetve hogy EP választás, akkor én azt gondolom, hogy kevés ember gondol rögtön mondjuk a zöld politikára, a klímapolitikára, a fenntarthatóságra. Rengeteg olyan más egyéb ügy van az Európai Unióval összefüggésben, Amiről az emberek egyébként sokkal többet is hallanak, nyilván, hogy ebben a médiának is van szerepe, és lehet, hogy ezért, vagy alapvetően is jobban érdekli őket. Itt Magyarországon például, hogy megkapjuk-e az uniós pénzeket, vagy nem kapjuk meg az uniós pénzeket, milyen a viszony az Európai Unióval, mit gondolnak rólunk odakint, miket beszélnek az Európai Uniós vezetők, amikor Magyarország szóba jön, hogyan látják ezt az egész viszonyrendszert, és ha bekerülnek, mennyire tudnának fókuszálni, arra, hogy ez javuljon, vagy hogyan lehet egyáltalán javítani. Ja, nekünk a programunk középpontjában is áll egy olyan felvetés, hogy másképp kellene elosztani az Európai Uniós pénzeket, tehát hogy szükség lenne egyfajta forrásátalakítási mechanizmusra. Ez egyébként ebben az irányba már vannak gondolkodások, vagy van gondolat az Európai Unióban is évek óta. Többször felvetődött már, hogy ugye a szociális lábot meg kell erősíteni, vannak úgynevezett horizontális politikái az Európai Uniónak, ilyen egyébként a környezeti fenntarthatóság is, ilyen a, a, társadalmi egyenlőtlenségeknek a csökkentése, és most ilyen lesz a digitalizáció is. És szerintünk az elmúlt időszakban, <coughs> bocsánat, az elmúlt időszakban jellemzően azért mégis betonba öntöttük az Európai Uniós pénzeket, amik ide Magyarországra itt az ideje, hogy végre ne betonba öntsük ezeket a pénzeket, hanem fektessük az emberekbe. És az, amit mi állítunk, az az, hogy például egy ökoszociális lakásprogrammal, ahol magyar know-how-val, magyar alapanyagokból a fiatalok lakhatását szolgáljuk. Azt szolgáljuk, hogy meghonosítsunk olyan bérlőből tulajdonos modelleket Magyarországon, ami ismét realitássá teszi a fiatalok számára azt, hogy igen, ők is lehetnek lakástulajdonosok. Azt hiszem, hogy ez a legtöbb fiatal számára sajnos ma Magyarországon nagyjából az kifi kategóriába esik hiszen annyi, olyan mértékben növekedtek az elmúlt időszakban az albérletárak, hogy gyakorlatilag, hogyha egy fiatal vagy egy fiatal pár elkezd bérálni egy lakást, akkor az az albérleti díj az minden megtakarításukat feléli, és szinte lehetetlen önerőt összeszedni ahhoz lassan, hogy utána tényleg saját lakáshoz jussanak. Emiatt rengetegen elmennek, nem csak emiatt, de nagyon sokan emiatt is. Nem látják itthon a jövőképet, nem látják itthon a víziót, és emiatt egyébként nem tud sem a gazdaság dinamikusan növekedni, nem tudnak működni az olyan ellátórendszereink, mint az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás. És mi azt gondoljuk, hogy ezekbe kellene fektetni, ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni. És hogy még itt a, a fenntarthatóság részére még egy picit reflektáljak, ugye nekünk van egy konkrét javaslatunk, amit zöld GDP javaslatnak nevezünk. Pontosan abból a felismerésből fakad az is, hogy hogy igen, az, hogy a gazdasági növekedés az, az milyen számokat mutat, az egy fontos mérőszám, de be kéne fejezni azt, hogy fetisizáljuk ezt a mérőszámot, azt, hogy a GDP mennyivel növekszik évvégén. Ugyanis a fölösleges kilátóépítés, meg a pénzöntés, meg a látványberuházások, azok ugyan megdobják az évvégi GDP növekedést, csak éppen a társadalmi hasznuk az nagyjából gyakran nullával egyenlő, sőt utána sokszor viszik a pénzt a költségvetésből, amikor ugye működtetni kell őket éveken keresztül, és szerintünk ez az a gyakorlat, amit be kéne fejezni, és sokkal inkább a társadalmi jóléti mutatót kellene nézni, tehát, hogy az a beruházás az a befektetés, ahogy az Európai Uniós forrásokat elköltjük, az valóban szolgálja egyrészt a társadalmi fenntarthatóságot, szolgálja a környezeti fenntarthatóságot, tehát a jóllétünket. Elkölteni, akkor fogjuk tudni, ha megkapjuk. Mit lehet azért tenni, hogy megkapjuk? Igen, de ha, ha szabadna, egy picit reagálhatok először a végén, kezdeném itt a zöld GDP-re, és utána az Európai Uniós forrásokra, hogyha már itt beszélgetünk az ügyekről. A zöld civileknek és a zöld politikusoknak is nagyon-nagyon régi elvárása, hogy olyan mutatók legyenek a GDP helyett, amelyek valóban kifejezik, megmutatják az embereknek a a, megélhetését, az élhetését, a jobb létét. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy mennyi fizetést kap valaki, vagy mennyi a jövedelme, hiszen ahhoz, hogy jól éljünk, sok minden más is kell. Tehát például a szabadidő, eh, hogyan töltjük el az életünket, milyenek a körülmények, igen, az egészségügy, hogyan tudjuk a gyerekeket nevelni, és valóban hiányoznak azok a mutatók. Ez is azt mutatja, hogy fetisizáltuk a gazdasági növekedést mindig, hogy akkor a GD nőjön, holott tudjuk azt, hogy a GDP növekedés egyáltalán nem fejezi ki, vagy nem feltétlenül fejezi ki a jobblétet, azért nem fejezi ki, mert például, hogyha árvizek vannak, tehát társadalmi katasztrófák, nem, nem bocsánat, természeti katasztrófák, akkor a GDP nőni fog, GDP nőni fog, mert ugye azt el kell hárítani, ott, ott ki fogják mutatni a szolgáltatásokban. Tehát ezért mi is egyetértünk, és mi is azért küzdünk, hogy ne csak a GDP mutassa az embereknek a jó létét, helyette a jobb létét kellene más mutatókkal. És akkor visszatérve az Európai Uniós forrásokkal, igen, először azért szembe kell nézni azzal, hogy hatalmas összegek jöttek az Európai Unióból az elmúlt húsz évben, és gyakorlatilag nem éltünk ezzel a lehetőséggel, mert ugye egyik részt, ahogy Emese is említette, betonbeöntöttük, tehát csupa olyan projektek voltak, hogy lebetonoztuk az országnak az egy részét, ami egyáltalán nem a fenntarthatóság irányába mutat. Nyilván egy jelentős része meg magánzsebekbe vándorolt, és egyáltalán nem voltak szempontok a, a, fenntarthatósági szempontok, vagy a hosszú távú gazdaság érdekek, vagy nem volt például szempont, hogyha a gazdaságot nézzük, hogy a gazdaság sok lábon álljon. Tehát a magyar gazdaság például rendkívül sérülékeny, hiszen a, a fő húzó ereje a járműipar, és ugye ehhez kapcsolódóan most az akkumulátor, akkumulátorgyárak, ami, ami egyáltalán nem teszi stabilá a jelenünket és a jövőnket. Tehát a pénzeknek a jelentős részét elpocsékoltuk, és nem arra használtuk, hogy egy stabil gazdaságot építsünk, hogy a társadalmi jól lét az jobb legyen, hogy az egészségügyünk, az oktatásunk az, az fejlődjön. És hát ugye ez a gyakorlat, ahogyan az Európai Uniós források áramlanak az országba, ez a gyakorlat gyakorlatilag azért ezt lehet, lehetővé tette, és nem csak az, hogy a mechanizmusok, hogy hogyan, hogyan osztjuk el, vagy hogyan oszt, osztja el a, a, a kormányzathoz kapcsolódó intézményrendszer, ezeket a pénzeket, de, de tulajdonképpen az ellenőrzés hiánya is. Tehát e, itt, itt, én azt gondolom, hogy az Európai Unióval is kritikusnak kell lenni meg a bizottsággal, hogy nem csak arról szól a dolog, hogy egy országba valamilyen módon eljutnak a források, és valamilyen módon pályázat útján valakik megkapják, hanem bizony több szempontból is ellenőrizni, monitorizni kellene a rendszert. Egyrészt az, hogy jól hasznos e másrészt pedig, hogy kik gazdagodnak belőle, hogy egy ország lakossága gazdagodik, vagy pedig egyesek gazdagodnak. Tehát ezzel komoly problémák vannak, és mi is azt fogjuk képviselni az európai parlamentben, hogyha az LNP megugorja az 5%-ot, amit reméljük, hogy így történik, hogy, hogy át kell alakítani ezt a struktúrát. Egyrészt az, hogy hogyan lehet, tehát a pénzeknek a szétosztása. Még ehhez hozzátenném azt is, hogy az is például egy komoly probléma, hogy kimaradt a civil társadalom abból, hogy például bevonják, amikor egyes pályázatokat elbírálnak. Tehát ugye a különböző területekre jönnek a források, és ez gyakorlatilag a kormányzat a döntően kényekedve szerint eloszthatta ezeket a forrásokat. Igen, egy pillanatra még a, a, konkrét kérdés, csak hogy ne kerüljünk meg, hiszen gondolom, hogy itt arra vonatkozott, hogy végül is akkor mi egyetértünk azzal a jogállamisági mechanizmussal, ami, ami ugye abban is megmutatkozik, hogy pénzeket blokkolnak Magyarország felé az Európai Unió részéről, vagy pedig nem. Én megértem azt, a, azt az indokot, amivel ezt az Európai Unió részben alátámasztja, viszont kontraproduktívnak tartom. Azt gondolom, hogy ez nem egy jó gyakorlat, azért mert Számomra az Európai Unió és Magyarország kapcsolata az hosszú távon nem arról szól, hogy az Orbán kormány és az Európai Unió kapcsolata az hogy alakul, hanem ennél sokkal többről. Én azt hiszem, hogy amikor mi népszavazás útján társadalmi közös akarattal beléptünk az Európai Unióba, akkor az egy nagyon fontos alapja volt, hogy bízzunk ebben az intézményrendszerben, és hogy egy egész közösségnek érezzük magunkat. Ez az, amit építenünk kell, ahhoz, hogy ez hosszú távon egy erős, egységes Európa lehessen. És én attól tartok, hogy hosszú távon a magyar embereknek az európai intézményrendszerbe és a szövetségi rendszerbe vetett bizalmát sokkal jobban károsítja, sokkal jobban erodálja ez a folyamat, mint amennyi pillanatnyi nyomást képes rátenni az Orbán kormányra. Ugyanis láthatjuk az elmúlt évek számaiból is, hogy ezek a nyomásgyakorlási eszközök. Ezek nagyon sokakban nem azt a reakciót váltották ki, hogy akkor nem szavaznak a kormányra, mert azzal kötik össze fejben, hogy az Orbán kormány miatt nem jönnek a források, és az ő jogállamisági, vagy a jogállam leépítése miatt nem jönnek a források, hanem inkább azzal kötik össze, hogy lehet, hogy igaza van Orbán Viktornak. És lehet, hogy, hogy akkor tényleg. Az Európai Unió minket másképp kezel, mint más tagállamokat, és kifejezetten a, a magyar embereknek okoz ezzel károkat. És ezért gondolom azt, hogy az Európai Uniónak felelőssége van abban, hogy belássa, hogy, hosszú, hogy ahhoz, hogy hosszú távon a magyar társadalomnak a, a bizalmát ne rontsa meg feléjük, és ne rontsa meg hosszú távon azt, hogy a magyar emberek akarjanak ebben a közösségben benne lenni, és érezzék azt, hogy ők is ide tartoznak, hogy egyenlő félként kezelik őket ebben a közösségben ahhoz szerintem egy más gyakorlatot kell választani, és hát vajuk őszintén, hogy a pénzek megérkezésért pedig ugye kormányzati pozícióban lehet igazán tenni, hiszen ez azért első körben tanácsi hatáskör alapvetően, tehát én egy picit ilyen gyakorlatilag hazugnak érzem, amikor más pártok arról beszélnek, hogy az Európai Parlamentből ők majd elérik, hogy Magyarországon jöjjenek a források, ezt tanácsi hatáskörből lehet elérni, ehhez kormányváltás szükséges, viszont azt is fontos megjegyezni, hogy a kormányváltás az a magyar emberek feladata, nem az Európai Unióé. Igen, azt nem fogják fel, azt gondolom Brüsszelben, hogy hogy valóban a bizalom, tehát jelentős bizalomvesztéssel járhat a, az emberek kö, 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 körében, hogyha ezek a pénzek nem jönnek, mert azt, tehát én azt tapasztaltam, hogy az emberek is úgy értelmezik, hogy ez a pénz jár nekünk. Tehát itt, itt azért, mert a magyar kormány elherdálta a pénzeknek a jelentős részét, nem lehet az embereket büntetni, mert a forrásoknak a megvonása nem csak azokat a vállalkozókat hozza nehezebb helyzetbe, akik a kormány kormánykörön belül vannak, hanem az embereket is, hiszen ezzel a kis és középvállalkozások is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek. Tehát az Európai Uniónak azzal párhuzamosan, hogy a magyar kormányra nyomás gyakorol, hogy, hogy a jogállamisági kritériumokat tartsuk be, párhuzamosan azon is kellett volna dolgoznia, hogy hogyan lehet ezt, a, ezt úgy kiküszöbölni, hogy ne a források megvonásával, hanem mégis ezek a pénzek eljussanak az embereknek a közelébe, kis középvállalkozásokhoz, vagy például nagyobb terem adni annak, hogy a települések közvetlenül pályázhassanak. Ez, ez, ez az arány nagyon-nagyon kevés és aránytalan, tehát ez, ez két oldalú. Nem lehet csak azt mondani, hogy, hogy hát igen, az Európai Bizottságnak vagy az Uniónak igaza van, mert nem tartjuk be ezeket a kritériumokat, hanem az ő felelősségük is benne van. És hát ugye itt a viszonyról beszélünk, az Európai Unió Magyarország viszonyáról, és kicsit általánosan, de egyébként leszűkíthetik a saját körükre is, mert szerintem ott is érvényes, akár a zöld politikán, az a kérdés, hogy hogyan látják önök azt, hogy, mi, hogy mik azok a, a ügyek, problémák, hatáskörök, területek, ahol jó lenne, hogyha az unió egy koncentráltabb szabályozást hozna, akár itt mondjuk a pénzek elköltésének a monitorozása, amit említett, és hol van az, ahol viszont vissza kéne vonulni, mert kontraproduktív úgy szintén, tehát amikor kívülről mondanak meg dolgokat, most ilyen, ha már zöld politika, akkor ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogy akkor most milyen anyagból készül az én szívószállam, miközben azért a sokan kritizálják, hogy valószínűleg nem ezen fog múlni a bolygó jövője. Hát hogyha a zöld politikánál maradunk, akkor feltehetőleg azért Brüsszelben is vannak ilyen félre, félre döntések, tehát hogy nem a, a lényeget, vagy nem az okokat akarják feltárni és kezelni. Ugye például azt is érzékeltük, a szívószálat említette, itt az akkumulátor gyárak létesítésénél, hogy bizony miközben mit küzdünk Magyarországon, zöldek és, és a többi párt, ellenzéki párt is, én úgy látom, tehát küzdünk azért, hogy ne legyen akkumulátorgyarmat, az európai Unióban pedig támogatási keretet adnak annak, aki, ahol akkumulátorgyárat építenek. Tehát ez egy picit kontraproduktív, ahelyett, hogy végig gondolnák azt, hogy hogy a, tehát a mérték, mert nem, itt és nem azzal van alapvetően azért probléma, hogy valamilyen mértékben Magyarországon is, hogyha egy-két akkumulátorgyár épül, és megfelelő keretek között, tehát hogy, hogy szigorúan nézzük azt, hogy betartják-e a környezetvédelmi szabályokat, a munkavédelmi szabályokat, stb., tehát itt, itt is például az Európai Unióban nem fontolták meg alaposan, hogy mit lehet, akkumulátorgyarmat is sorba lehet -e egy országot segíteni, vagy pedig nem. Igen, erre reflektálnék is, hogy valóban szerintem az ellenzéki oldalon szinte minden párt egyetért abban, hogy minimum akuszkeptikusnak vagy akurealistának kell lennünk ebben a kérdésben. Viszont a második reformkornak ugye alternatívája is van erre, hiszen azért az mégiscsak egy kérdés, hogy ha nem az akugyár, akkor viszont mi legyen az a nemzeti stratégiai iparág, amire építeni tudunk. Ugyanis Magyarországnak szerintem az egyik legnagyobb kihívása gazdaságilag az lesz az elkövetkezendő évtizedekben, hogy ki tudunk elépni az úgynevezett közepes fejlettség csapdájából. És van egy-két ország, amelyiknek ez már sikerült. Hogyha megnézzük mondjuk a, a finneket, vagy a litvánokat, akkor ők mind abba az irányba mentek, hogy egyrészt az oktatásba fektettek, másrészt pedig ugye kijelöltek egy nemzet stratégiai iparágat. Mi ebben látjuk a prevenciós ipart, ami egyébként benne van az Európai Bizottság öt Európai Bizottság által kijelölt a jövő 5 iparága nevezetű felsorolásban is. Ebben egyébként a korrektség kedvéért el kell mondani, hogy az akkumulátorgyártás is benne van. De mégis, hogyha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mondjuk 30 év múlva biztos-e, hogy Európa jövője az akkumulátorgyártásban lesz, akkor hát azért ez minimum bizonytalan, én azt gondolom. Nem biztos, hogy ez a jó irány. És hogyha viszont azt tesztük fel magunknak kérdésként, hogy az egészségünkre szükség lesz-e 30 év múlva is, akkor biztos, hogy igen. Emellett ugye az egészségügyi ipar és a prevenciós ipar a számunkra tartalmazza például a gyógyturizmust, Tartalmazná a magyar mezőgazdaságnak nem csak a felzárkóztatását és az élelmiszeriparnak a, a javítását, meg a körülményeinek a javítását, hanem tartalmazná azt is, hogy végre a magyar élelmiszeriparnak ne az legyen a profilja, hogy akkor mi mindenféle alacsony hozzáadott értékű termékeket minél olcsóbban elkezdünk exportálni, hanem legyen az a profilja, hogy minőségi élelmiszereket, egészséges élelmiszereket gyártunk, hiszen ha már prevenciós ipar, akkor ugye mégiscsak az, hogy elérhető áron egészséges élelmiszerhez jussunk, ez egy kulcskérdés lenne egyébként a magyar nemzet állapotának a javításában is. Aztán ugyanígy itt vannak a gyógyszergyártási hagyományok Magyarországon, amit lehetne használni, csodálatos termálvízkincsekkel rendelkezünk, tehát szerintünk ez lenne a jövő iparága, és nem biztos, hogy igazunk van ebben a kérdésben, de szerintünk fontos kérdés, hogy le tudunk-e tenni politikai pártként egy olyan ajánlatot, amely valóban el tudja indítani ezt a közös gondolkodást, és akár vitákat arra a kérdésről, hogy ez a jó irány, vagy nem. Én azt gondolom, hogy most akkor egy picit vitatkoznék elmesével ezekben a kérdésekben, mert hogyha a fenntarthatóságnak a, szempontjait nézzük, akkor pontosan a helyi fenntarthatóság azt igényelné, hogy a gazdaságot helyben is, tehát a helyi erőforrásokra támaszkodjon, és virágozzék a sok virág, tehát hogy a kis középvállalkozások, hogy a a kreativitás, a, a helyi kezdeményezések felszíre jöjjenek. Én azt látom, hogy amikor mindig kijelölnek ilyen kettő, három, négy, öt irányt, akár unió szinten vagy más szinten, az előbb-utóbb problémákat fog okozni, mert elvonja máshonnan, a, elvonja máshonnan a forrásokat, és a mértékre nem figyel, és a legnagyobb probléma mindig a mérték. Tehát az akkumulátorgyáraknál is a mérték a legnagyobb probléma, mert túl sokat akarnak, túl sokat akarunk, nem gondoljuk végig, hogy az mennyire energiaigényes, vízigényes, és a, a vizeinket nem itt kellene elpocsékolni. Tehát, és, és, hogyha ha bármire ráállunk, hogy most csak ez az irány, akkor minden más el tud mellette sorvadni, és, és ez nem jó. Tehát pont azt kellene lehetővé tenni Magyarországon is, hogy, hogy, igen, a kis helyi mikrovállalkozásokat megsegíteni, és ne a múltiknak az, az, a, 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 produktumait segíteni, mert ennek mi lesz az eredménye? Most jött képpen az az a, az a felmérés, hogy a kis boltok Magyarországon, tehát a számuk radikálisan csökkent, és ez pontosan azért van, mert ugye ezek a globális hálózatok, élelmiszer hálózatok le tudják nyomni. Tehát én, én sokkal inkább például az Európai Uniós forrásoknak a jelentős részét arra használnám, hogy igen virágozzék, tehát a kis középvállalkozásokat segítsük. Még valamit az uniós forrásokhoz hadd mondjak, hogy akár szeretjük, akár nem, de az elkövetkezendő időszakban biztos, hogy egy kulcskérdés lesz, hogy milyen módon energiatakarékosság kérdése. Tehát ugye a megújuló erőforrásoknak a, a növelése, viszont azoknak is vannak környezeti terhei, azt látnunk kell. De például az energiatakarékosságnál nagyon fontos lenne az uniós forrásokból egy jelentős részt arra fordítani, hogy hogyan tudnánk szigetelni, a házakat hogyan tudnánk a, ezt a mi, tehát energetikai megújításokat, hogy minél kevesebb, minél kevesebb energiát használjunk, és ez valódi rezsicsökkentés lenne az embereknek. Tehát lenne az Európai Uniós forrásoknak jó helye, és olyan perspektívát tudnának mutatni, ami tényleg, bár az embereket még nem fogja meg, de a fenntarthatóság irányába vinni az országot. Nagyon belementünk a szakmai kérdésekbe, ami olyan szempontból jó, hogy példákon keresztül biztos a hallgatók is hallják, vagy kiérzik azt, hogy hogyan gondolkodnak az Európai Uniónak a szerepéről, de azért mégiscsak még itt egy kérdés elmaradt méghozzá az, hogy mely az a terület, ahol az Uniónak egy nagyobb, akár jobban be kéne lépni a tagállamok életébe, és hol az, ahol vissza kéne venni. Mert ugye ez, ez kicsit uh úgy szokott megjelenni a közbeszédben, vagy a magyar politikában, hogy akkor most nemzetek Európája, vagy Európai Egyesült Államok, melyik a koncepció, központosítsunk jobban, vagy, vagy az erős nemzetállamokra alapozzunk. És én azt gondolom, hogy ezt ugye érdemes szakpolitikai hatáskörökre lebontani, mert tényleg lehet, hogy van, ahol érdemes visszavenni, mert egyszerűen a szubszidiaritás elve is ugye az, hogy helyben, helyi ügyekről a lehető legközelebbi döntési ponton avatkozzunk be, vagy ott döntsünk. Ez is egy nagyon fontos elve egyébként az Európai Uniónak is, és, és nem véletlen, hogy erős Európát például erős önkormányzatokkal tudunk építeni, erős nemzetállamokkal tudunk építeni. Hogy egy picit konkretizáljuk, én például azt gondolom, hogy külügyi kérdésekben, védelmi kérdésekben, gazdasági kérdésekben, ahhoz, hogy előre tudjon lépni Európa, hogy a versenyképességét meg tudja őrizni abban a abban a geopolitikai helyzetben, amit azért mégiscsak nagyon nagy mértékben befolyásol az Egyesült Államok, illetve az Oroszország-Kína tengelynek az egyre inkább világot kettéosztó gazdasági és egyébként politikai rivalizációja. Az, hogy Európa ebben meg tudja állni a helyét, és egy erős púlus tudjon képezni a nyugati szövetségi rendszeren belül, ahhoz elengedhetetlen, hogy külügyben, védelempolitikában, gazdaságban szorosabbra fűzzük az együttműködést. Szerintem ez ahhoz is elengedhetetlen, hogy később egy sikeres bővítés politikát tudjunk folytatni. Viszont vannak más területek, lehet, hogy akár egyébként, a, ha már a szívószáros példa volt, akkor bizonyos zöld és egyéb kérdések azok ide tartozhatnak. És uh, nyilván vannak nemzetállami hatáskörök, ami például az oktatás egészségügy, viszont szerintem az egészségügyben, oktatásban is szükség lenne olyan minőségi kritériumokra, amiket azért összehangolunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen nem tudom, klikhez hasonló szörnyeteget ültessünk a tetejére, csak legyen Brüsszelben, hanem, hanem arra gondolunk, hogy például ugye létezik a gyermekgarancia program. Ebben benne van az, hogy minden gyermeknek joga van az Európai Unióban ingyenes egészségügyi ellátáshoz és közoktatáshoz hozzájutni. Viszont nincsenek benne a minőségi kritériumok. Mikor mondhatja azt egy állam, hogy én ingyenes oktatást biztosítok a gyermekeknek, én ingyenes egészségügyi ellátást biztosítok? biztosítok. Mondhatja ezt ténylegesen, lehet -e ez egy reális állítás, hogyha például az oktatásban mondjuk valójában nincsenek tanárok, és mégiscsak, hogyha minőségi oktatást és versenyképes tudást akarunk a gyermekeink kezébe adni, akkor nagyon sokan rákényszerülnek, hogy mondjuk messzire utaztassák a gyermekeiket, alapítványi iskolába vigyék, kimenekítsék az állami rendszerből, vagy éppen aki megteheti, az magántanárhoz hordja a gyermekeit, hogy mondjuk egy nyelvvizsgát el tudjanak érni az érettségig. Tehát, hogy Szerintem itt vannak olyan minőségi garanciák, amiket igenis összehangoltan érdemes elvárni, és utána végrehajtatni a nemzetállamokkal, de ez nem azt jelenti, mivel ugye különböző társadalomfejlődésekkel rendelkezünk, és különböző társadalmi berendezkedésekkel és problémákkal minden nemzetállamban, ez nem azt jelenti, hogy egy sémára kell felhúzni az összeset. Itt a, az, a teljesen egyetértünk, vagy én is egyetértek emesével, hogy az oktatás és egészségügyben minőségi kritériumokat, azt valahogyan közösen meg kellene határozni, és azt számunk kérni. Viszont egy picit tovább mennék. A versenyképesség az egy, szerintem egy érdekes, érdekes kérdés, még pedig azért, mert ugye a versenyképességet nézzük, és hogyha minél nagyobb hatáskört kap a bizottság vagy az Unió, akkor még nagyobb szerepet fog kapni a múlti érdekeinek a képviselete. Mert azt látjuk Brüsszelben is, hogy hogy lobbistáknak a százai ezrei dolgoznak azért, hogy a rövid távú gazdasági érdekek és a multiknak a profitja kerüljön első helyre az emberek hosszabb távú érdekével szemben. És én egy konkrét példát is hozok a mezőgazdaság, vagy most éppen ami elkaszállni látszik a természetvédelmi rendelet, de maradjunk a mezőgazdaságnál. Tehát a mezőgazdaságban nagyon sok lobbista dolgozik azért, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság, az iparszerű, a a szántóföldi mezőgazdaság kapjon teret, és az kapja a forrásokat. Viszont az ökológiai mezőgazdaság, amelyik végül is a, az életminőségünket javítaná rettentően, hiszen ezzel a vegyszeres élelmiszerrel, növényvédőszerek, meg stb. ezekkel azért az életünket megrövidítjük, és nagyon komoly egészségügyi problémákat okozunk. Tehát például nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unióban sokkal szigorúbb kritériumok és támogatása legyen az egészséges élelmiszer termelésnek. Tehát ez például egy terület, hogy de egy adott szakpolitikán, vagy közösségi politikán belül is, hogy melyik az a terület, amelyik prioritást kap, és melyik kap kisebb támogatást. Ez egy nagyon jó példa, mert ezen keresztül egyébként fel is tudok tenni egy olyan kérdést, hogy azért úgy tudom, hogy amikor beléptünk az Európai Unióban, akkor az élelmiszeripari cégeknek nagyon sok változást kellett eszközölniük ahhoz, hogy úgymond eu kompatibilisek legyenek. Sokan egyébként pont a kistermelők abban is hagyták a a termelést, mert nem tudtak ezeknek megfelelni, mert akkor anyagi beruházást kellett volna ehhez eszközölniük. És ugye akiknek sikerült megcsinálni, azok jelen vannak mondjuk a mai napig is a piacon, betartják ezeket a szabályokat, és akkor itt jön az ukrán gabonának a kérdése, mert pedig úgy tarolta le itt a közép-európai országoknak a piacát, hogy ugyanezeknek a kritériumoknak nem felelt meg. És akkor itt van ez a feszültség, hogy van egy szakpolitika, van akár egy jó irány, egy kritériumrendszer az Európai Unióban, és ezt felülírja mégiscsak egyfajta politika, vagy gazdasági érdek, vagy ezt önökre bíznám, hogy meghatározzák. Igen, azt hiszem, hogy alapvetően is fontos azzal a kis kritikával élni az Európai Unió felé, hogy ha bár fontosnak tartják a fenntarthatóságot és a zöld átállást, és tényleg ez ugye ilyen horizontális politikaként is elvileg megjelenik, mégis mi is sokszor szembesülünk azzal, hogy igen, amikor oda kerül a sor, hogy kvázi kenyértörésig megy a helyzet, tehát akkor most az van, hogy gazdasági érdek, vagy pedig konfliktus vállalás a múltikkal ugye a fenntarthatóság érdekében, akkor mégiscsak kifejezetten ugye, hát kifejezetten sokszor a német-francia vállalatok miatt egyébként nem igazán szeretik vállalni ezeket a konfliktusokat az Európai Uniónak a vezetői, és szerintem nagyon fontos az, hogyha az Európai Parlamentben nekünk képviselőnk lesz, akkor igenis képviseljük azt, hogy ezeket a konfliktusokat vállalni kell. Mert az emberek például a klímaharcban is magukra hagyva érzik magukat szerintem, mert azt érzik, hogy, hogy igen, a, rajtam megsarcolják azt, hogy én csak papírszívószállal igyak, engem számon kérnek, vagy rossz érzést keltenek bennem, hogyha egyszer elfelejtek vászon vinni, és tízből egyszer nylon zacskót veszek az üzletben, mert szerintem mindenkivel előfordult már, hogy otthon felejtettük a, a saját kis szatyrunkat, és, és közben pedig azt látjuk, hogy mondjuk a áruszállításnál nem erőltetik a kötött pályászállítást, a kamionforgalmat nem próbálják csillapítani, nem próbálunk meg önellátó Európát létrehozni, versenyképes, kis és középtermelőkre alapozott mezőgazdaságot létrehozni, ahol ugye Magyarországnak például a remek agráradottságai lehetővé tennék az élelmiszer önellátást, sőt még több ember ellátását is, és mégsem indítjuk igazából el ezt az irányt. A támogatási rendszer Magyarországon is olyan, hogy igazán nem ösztönzi a szövetkezetesítést sem, igazán nem ösztönzi a magasabb hozzáadott értékkel gyártott élelmiszereknek az előállítását sem, hiszen inkább birtokarányos, és nem ezeknek a, az alapján oszlik meg a támogatás és így egy csomó felesleges dologba mennek ezek a pénzek, és nem abba, hogy tényleg a jövő mezőgazdaságát hozzuk létre. És itt még egy pillanatig reflektálnék arra is, hogy ugye a prevenciós ipar, vagy egy nemzetstratégiai ágazat kijelölése az valóban inkább a multiknak kedvezne ismét. Szerintünk ennek kifejezetten lennének olyan szektorai, ami mozgásteret biztosítana mondjuk a régiós egyenlőtlenségek csökkentésében is, hiszen például az egészségügyi informatika, a szoftverfejlesztések az abszolút szerintem a, a jövőbe mutató iparág, amihez magas hozzáadott értékű tudás is ugye fontos lenne, és így aztán az agyelszívást is egy picit jobban tudnánk ellensúlyozni. Aztán ugye ott van a mezőgazdaság, amelyre nyilván egyes régiókban, egyes területeken sokkal jobb adottságok vannak. Ott van a gyógyturizmus, amely más területeken a jó adottságokat, és szerintem ez kifejezetten a magyar KKV szektornak is kedvezhet, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a gyógyszergyártásra kell csak ráállni, és akkor a a biontech ide behívni, és onnantól kezdve ők csináljanak mindent, hanem éppen ez lenne a cél, hogy a magyar KKV-szektort erősítsük, csak egy olyan összehangolt ágazattal, ami összességében az országot is versenyképesebbé teszi. Hát igen, tulajdonképpen ez az ukrán gabona behozattal az Európai Uniós országokba gyakorlatilag az, az érdekeknek a, az összecsapását mutatja. Tehát a rövid távú gazdasági érdekek és az egyébként hosszabb távú, meg az egészséges környezet érdeke. Mi felszólaltunk, mint LMP, abból a megfontolásból is, hogy Magyarországi az alaptörvényben rögzítetten GMO-mentes ország. Viszont az Ukrajnában termesztett gabona, ott ez nem, nem szempont. Tehát ugyanúgy a, a GMO-s gabonát, azt, azt be lehetett hozni, de nem csak ez a probléma a GMO, tehát, hanem, hanem a másik fele is, hogy olyan növényvédőszereket is használnak, amit az Európai Unió országaiban már tiltva van. Tehát itt megint jön ez a kérdés, hogy vannak elvek, vannak, vannak célok, és, és ezeket gyakorlatilag az Európai Unió is átlépi. Tehát azt azért semmiképpen nem lehetett volna megengedni, hogy ha, hogy olyan olyan termékek, termények hőjenek be, amelyek nem felelnek meg az unióban elfogadott kritériumoknak. Nem, nem véletlen, hogy ugye itt a, a fellépés is azért az egész régiót jellemeztetett, hogy a Gabonámborgó az koordinált volt, nem azt láthattuk, ami az általában inkább ilyen értelmetlen magyar szabadságharcolásnál szokott lenni, hogy csak Magyarország vétózott, hanem itt azért a régió tudott egy egy koordinált fellépést mutatni. És szerintem ez fontos is volt, hiszen ugye minket érintett a legközvetlenebbül ez, a, ez az egész kérdéskör. És itt arra is fontos szerintem felhívni a figyelmet Ukrajnával kapcsolatban, hogy az a szolidaritás, amit érzünk az ukránok iránt, és az, hogy ők egy szörnyű helyzetben vannak, az azért bizonyos elvi kritériumokat nem szabad, hogy befolyásoljon sem a csatlakozási feltételek teljesítése során, sem pedig például ugye olyan elvi kritériumok kapcsán, amik a környezetvédelmet érintik. Két éve van egy háború a szomszédunkban, itt most Ukrajna kapcsán ugye ez egy kicsit érintve is lett, és hát az embereket nagyon érdekli a biztonság kérdése. Hogyan maradhat meg a béke Európában, Magyarországon? Látjuk azt, hogy a kormány erre is fűzte fel az egész Európai Uniós kampányát is a béke és a háború kérdésére, és hát olyan szempontból Muníciót is kapott ehhez a kampányhoz, hogy Európában is több vezető beszél a béke és a háború kontextusában. Ugye az európai hadseregről Macron beszélt több alkalommal, illetve most egy európai sorkatonosság felállításának az ötlete is elhangzott. És az érdekelne, és szerintem a hallgatókat is érdekli, hogy önöknek mi a viszonya ehhez. Én azt értem, hogy az Euro egy európai parlamenti képviselőnek erre lehet, hogy nem sok vagy nem nagy a befolyása, viszont mégis a viszony, a hozzáállás ezekhez a kérdésekhez fontos lehet. Hát ez nyilván az egész háború kérdése, egy nagyon-nagyon bonyolult és, és komplikált kérdéskör is a megoldása sem egyszerű. Érthető, hogy az embereknek a biztonság az, az fontos, és hogy első helyen, első helyen szerepel, mi azt gondoljuk, hogy mindent meg kell azért tenni, hogy minél előbb, minél előbb, a háború, a háború az lezáródjon és béke legyen, mert ugye a, tényleg tragikus a nagyon sok ember élet, a tönkrement család élet de amiről sokkal kevesebb szó esett, hogy sajnos mekkora nagy környezetszennyezéssel is jár a háború, hogy tönkretesszük az élhető környezetet, hogy, hogy elszennyezik, tönkreteszik a, a termőtalajt. Tehát nagyon-nagyon sok vonatkozása, nagyon-nagyon sok vonatkozása van ennek, mi azt gondoljuk, hogy hogy egy közös hadsereg, Európai Uniós hadsereg, az az nyilván fontos lehet megsegíteni meg a, a koordinált védelmát, viszont a kötelező, kötelező besorozás és kötelező sorkatonaságot e, sor, sor azt, azt nem támogatjuk. Én a kötelező sorkatonaságot mi sem támogatnánk, viszont úgy említettem is itt a hatáskörök kapcsán, hogy a védelmi kapacitásoknak a megnövelése és a védelmi együttműködés szorosabbra fűzése, az biztos, hogy fontos lesz. Pont részben emiatt a biztonsági helyzet miatt is, részben amiatt a geopolitikai helyzet miatt, amit említettem. Én azt hiszem, hogy Európának most egy olyan pillanat érkezett el, amikor arra is figyelnie kell, hogy ha bár Benne vagyunk a nato nem lehetünk kiszolgáltatottak teljesen az USA iránt sem. Nem mindegy, hogy az Európai Uniónak van-e olyan hadereje, amely, fedezetet mutata, amely képes fedezetet mutatni, és képes ezáltal egy önálló, erős pólust képezni a nato belül. Ugyanis, hogyha kiszolgáltatottak vagyunk bármelyik irányba, akár a kelet felé, akár nyugat felé, akkor az Európai Unió tényleg egyrészt a versenyképességét is el fogja veszíteni, másrészt pedig nem fog tudni komolyan vehető nagy hatalomként megjelenni a világpolitikában, hiszen teljes mértékben kiszolgáltatott lesz nem tudja megvédeni saját magát. És én azt hiszem, hogy ez egy fontos felismerése egyébként az orosz-ukrán háborúnak, és egy fontos tanulsága is, hogy ezt többé már Európa nem engedheti meg magának. Nem hagyatkozhat akkora mértékben az Egyesült Államoknak a védelmére, mint ameddig, mint amekkora mértékben ezt a, az elmúlt évtizedek gyakorlata mutatta, hanem igenis szükség van arra, hogy képesek legyünk a saját magunk védelmét ellátni. Egy versenyképes, bocsánat, egy versenyképes európai haderőt fel lehet állítani kötelező sor katonai szolgálat nélkül, mert látjuk, hogy itt Magyarországon is folyik a toborzás, de én úgy tudom, hogy azért kevés sikerrel, pedig, pedig itt már az összegek is kivoltak voltak írva, hogy mennyit kereshet egy katona, meg milyen hiper eszközökön gyakorolhat, tehát vonzóvá próbálják tenni ezt a pályát a fiatalok számára, de mai fiatalok úgy tűnik, hogy lehet, hogy éppen a háború miatt, ami itt a szomszédunkban zajlik, nem éppen így képzelik el a jövőjüket. Igen, ez egy érdekes kérdés, viszont tehát szerintem azt kell látni, hogy az, hogy a védelmi kapacitásokat megerősítjük, az azért egy hosszabb folyamat nyilván. Tehát, hogy nem feltétlenül az fog ebből következni, vagy nem feltétlenül azt kell elképzelni, hogy holnap után akkor lesz egy közös hadsereg, mert egyébként sem így szokott működni az Európai Unió, tehát semmi nem szokott holnap utára megtörténni. De az, hogy egy, egy irányvonalat kijelöljünk, és elkezdjünk politikailag tenni ebbe az irányba, annak szerintem itt az ideje. Hogy tegyek hozzá egy más gondolatot. Nyilván, hogy a, a védelmi rendszerek erősítésén gondolkodni kell, de ezzel párhuzamosan, és mint zöld politikus azt mondom, hogy azon is sokkal Mélyebben kell elgondolkodni, hogy a jövőben mik a, a háborús konfliktusoknak az okai, melyek azok a tényezők, okok, amelyek különböző térségekben helyi háborút, ami kiszélesedhetne, konfliktusokat robbanthatnak ki. Márpedig, hogyha ebbe belegondolunk, akkor az egyértelműen látszik, hogy az elkövetkezendő időszakban sokkal nagyobb hangsúly kerül az erőforrásokért való harcra, tehát a nyersanyagokra. Igen, nyersanyagokra gondol. gondolok, vagy például a víz. Gondoljunk arra, hogy hogy vannak már a, a bolygón olyan területek, ahol, ahol, lassan nem lesz víz, és a, a vízért fog valamilyen helyi konfliktus megerősödni, és, 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 helyi háború, vagy helyi harc fellángolni. Tehát sokkal többet kellene ezen gondolkodni, mert hogy ezen nem gondolkodunk, akkor az erőforrásokért foly, folyó harc, háborúk meg fognak erősödni, és ezzel párhuzamosan pedig nem tudjuk erősíteni, a, a védelmi rendszert, mert erősítjük, erősítjük, de a másik oldalon meg egyre több konfliktus lesz. Tehát a jövőbe előre kellene gondolkodni, és igen, érthető. Tehát főleg azok a fiatalok, akik háború közelében élnek, tehát itt, itt Magyarországon is, akik látják azt, hogy mi történik Ukrajnában, nyilván nem akarják úgy az életüket leélni, meg, meg olyan családot, meg olyan körülményeket, hogy háborús helyzetben éljenek, mert ennél szörnyűbb nem lehet, amikor a, a fiataloknak a családjuk, a, az életük kerül veszélybe. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és így a hallgatók is megismerhették azt, hogy mit gondolnak az Európai Unióról. Ugye itt a bemutatásoknál elmondtam, hogy a második helyet foglalják el mindketten ezen a pártjuknak az EP listáján, ami gyakorlatilag az első hely, mert mindkettőjük esetében az első Ungár Péter és Vona Gábor ugye mondták, hogy ők nem mennének ki, hogyha mandátumot szereznek, akkor sem, úgyhogy önök kerülnének, úgymond az első helyre, ezt még így elmondtam a végére. Nagyon szépen köszönöm Smokerzsébetnek és Pekáni Farkas hogy itt voltak. Köszönjük, Köszönjük a lehetőséget!